2007-ben pusztította el úgy a kukoricát a forróság, mint idén. A képeken jól látszik, a levelek már szárazak, mindeközben pedig a kukoricacsövek még közel sem fejlődtek ki. Szerencsénk volt, hogy májusban ennyi eső lett. Tolna megyében az átlagnál még tavasszal is több eső esett, mint az ország más területein. Kővári László agrármeteorológus azt mondja, a megyében például itt a szexárd mellett található földeken a kukorica még a téli olvadás utáni úgynevezett hóléből is tudott tartalékolni. Tehát a növény mind az őszi téli, mind pedig a tavaszi asszát jobban át tudta vészelni. Majd következett a júliusi forróság. A rendkívüli módon 36 és 40 fok közötti napi maximumokat produkált, amelyik olyan óriási párolók tatásra kényszerítette a szegény növényeket, ezért csavarodott a levelük, tehát elméletileg mélyebben még talált volna vizet, csak ez a légköri asszály ezt tette teljes mértékbe tönkre. Az agrárkár enyhítési alap 10 milliárd forint, ezt még a kormány növelheti is, attól függően, hogy mekkorák a károk. Tolna megyében a gazdák bejelentései alapján eddig 7000 hektárnyi asszálykár érte a kukoricát, de Fábián Valentin azt mondta, ez a szám növekedni fog. A Magosztólna megyei elnöke szerint bármekkora is a gond idén a kukoricával, attól nem kell tartani, hogy jövőre senki nem fogja ezt a növényt termeszteni. A kukorica a tolna megye aranya. Ugye a vetés területeknek a nagy százalék a, a, a megyében az kukoricával van elvetve. Egy nagyon fontos takarmánynövény, és ráadásul most itt van mellette, megnyílt egy nagyobb piaci lehetőség szempontjából, itt van a Dunafölvárbi biotanolizem. Igény tehát a későbbiekben is lesz a növényre. A legdurvább becslések szerint országosan 200 milliárd forint lesz idén akár a kára kukoricában, országos asszályt azonban még nem hirdetett a vidékfejlesztési minisztérium.